A Magyar Nemzeti Tanács mindig is fontosnak tartotta, hogy a tanügyi dolgozók számára anyanyelvükön magyarul biztosítson továbbképzést, emelte ki az MNT végrehajtó bizottságának elnöke. A zentai iskoláskör előtti intézmény is szeptember 1-jével fog ezen program keretein belül dolgozni, tehát most kezdődik meg a munka majd az új program mentén, és ezért az óvodapedagógusok elméleti és szakmai tudását szerettük volna erősíteni, szerettünk volna olyan új ismereteket adni az óvodapedagógusoknak, amelyeket szeptember 1-jével a csoportjaikban a gyermekekkel már alkalmazni tudnak. A zentai Hófehérke óvoda 10 épületben folytatja alaptevékenységét, ebből 6 óvoda a város területén működik, a többi pedig a környező falvakban. A mai fórumon mintegy 60 óvodapedagógus vett részt. Az idén 35 tagozattal indul az intézményünk, ami a szeptemberi munkát illeti. Nagyon-nagyon sok a bölcsödére az igény. Nagyon sok bölcsödés gyerek iratkozott az idénbe, és plusz bölcsödés tagozatokat kellett nyitni, ami magával vonta a plusz munkaerőt is. Az óvónőjeink és a bölcsödében dolgozó nevelőnő nővérek is szintén a mai nap folyamán, amit a Magyar Nemzeti Tanács biztosított számunkra képzést, mindannyian részt fogunk venni. Az új program merőben más, mint az előző volt, mondta Torma Anasztázia, az Óbecsei Labut Péjovics iskoláskor előtti intézmény óvodapedagógusa. A gyerekeket figyeljük meg, hogy mi az érdeklődési körük, és azt felé terelődünk, és azt kutatjuk tulajdonképpen, kis kutatókká váljunk, és megfejtjük az ő kérdéseikre a választ, illetve afele játszunk, terelődünk, tehát hogy tulajdonképpen az ő érdeklődésüket valósítjuk meg. A régi rendszer az kötöttebb, ugye az megvolt, hogy milyen témákat dolgoztunk fel, de az nem biztos, hogy a gyerekek érdeklődéséhez volt mért. Vajdaság szerte összesen 11 helyszínen szerveznek szakmai fórumot.